Sziasztok! Van egy karácsonyi álmom, az lenne a karácsonyi álmom 2020-ban, hogy Magyarországon egyetlen állami gondozott gyermek se maradjon személyre szóló karácsonyi ajándék nélkül. A helyszín az a Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézet Kőszegen, ahol működik egy állami gondozott gyerekeket nevelő otthon és mi már a barátaimmal gyakorlatilag 16. éve karácsonyoztunk itt a gyerekekkel, és két évvel ezelőtt pedig megfogalmazódott bennünk az a gondolat, hogy milyen jó lenne, hogyha nem csak ezeknek a gyerekeknek lenne boldog karácsonyuk, hanem a megyében az összes állami gondozott gyereknek. Összeírtam nagyjából a gondolataimat, hogy hogy is működik ez, és mivel Vas megyében már két éve az összes állami gondozott gyereknek ezt sikerült megvalósítani. Úgy gondoltam, hogy ezt országosan is meg tudjuk csinálni, hogyha összefogunk, hiszen nagyon egyszerű, amit mindenre el is mondanék, hogy hogy gondoltam ezt. Ugye nagyon fontos az karácsonykor, hogy a, ezek a gyerekek is azt érezhessék, hogy ők is fontosak valakinek, és az is fontos, hogy ők mire vágynak. Tehát gyakorlatilag a kezdeményezésünk arra alapul, hogy a gyerekek összeírják a kívánságaikat, és ezt a korábban itt a Kőszegen a Nagy László Gyógypedagógiai Intézetben a nevelők és a vezetők eljutatták hozzánk, mint a gyerekeknek a karácsonyi kívánságait, és a barátaim pedig kiválasztottak egy-egy gyermeket, akinek a karácsonyi ö, vágyát, álmát szerették volna valóra váltani. Na most ezek a kívánságok gyakorlatilag sportszerek, cipő, ruházati cikkek, tisztálkodási eszközök, játékok, tehát semmi komoly dologra nem kell gondolni. Megszabtunk egy összeghatár 15 ezer forintot, ami úgy gondolom, hogy egyetlen egy ajándékozónak se volt megterhelő, és hogy azért a gyerekek is reális kívánságokkal álljanak elő, és ez eddig gond nélkül működött. A karácsonyi ünnepségen pedig a gyerekek egy kis műsorra szoktak készülni, versekkel, énekekkel, amit elő szoktak adni, ezen részt szoktak venni a barátaim, akik aztán személyesen átadták a gyerekeknek az ajándékokat. Ez is nagyon jó szokott sikerülni, és én azt gondolom, hogy közben még azért személyes kapcsolatok is kialakultak, sőt az is, hogy egyik évről a másik évre már szinte ugyanazokat a gyerekeket választották Akiket meg szerettek volna ajándékozni. Ebből adódott az az ötlet, hogy gyakorlatilag a Vasmegyei Gyermekvédelmi Szakszolgálatnak a szervezésében idén volt második éven az, hogy a Kőszegi 80 állami gondozott gyermeken kívül a többi vasmegyei 170 állami gondozott gyermek is személyre szóló ajándékot tudott kapni. És ami talán az igazi ötlet volt ebben, hogy én azon gondolkodtam, hogy milyen jó lenne, hogyha ugyanígy baráti társaságokon keresztül ezt meg lehetne valósítani, de ezt ugye nehéz megszervezni. Az pedig még nehezebb, hogy olyan megbízható emberek legyenek, akik aztán határidőre le is szállítják ezeket az ajándékokat. Mindékokat. Na most erre volt azt gondolom, hogy egy nagyon jó megoldás az, hogy a, a szakszolgálat bevonta a megyei általános és középiskolákat ebbe a kedve, kezdeményezésbe, és gyakorlatilag ugyanúgy működött, mint nálunk a baráti társaságban, hogy a szakszolgálat összeírta a gyerekek kívánságait. Tehát Gáborka 8 éves távirányítós autó, és ezt szépen egy e-mail keretében elküldte az iskola igazgatók részére, akik aztán továbbították az osztályfőnököknek, és az osztályfőnökök pedig e-mailben tudtak jelentkezni a szakszolgálat felé, hogy vállalnak egy gyermek megajándékozását. És ez nagyon jól működött is, mint ahogy mondtam, már második évben sikerült gyakorlatilag Vas megyében mind a 250 állami gondozott gyermek részére személyre szóló ajándékot Varázsolni a falá, csak hogy értsétek, itt gyakorlatilag az osztályfőnökök a garanciák arra, hogy ezek az ajándékok aztán határidőre meg is érkeznek az állami gondozott gyerekekhez. Na most én egy picit azért utána néztem annak, hogy milyen számszerű realitása van ennek az országban. Hát sajnos 24 ezer állami gondozott gyermek él az országban, akikre jutna összesen 5874 iskola, amiből 3575 általános iskola és 2290 középfokú oktatási intézmény. Ez azt jelenti gyakorlatilag, hogy iskolánként legalább négy osztálynak kellene átlagban vállalnia, hogy ö, ö, megyénként megajándékozzák az állami gondozott gyerekeket. És ugye Megyénként eltérő az állami gondozott gyermekeknek a száma. Ez azt jelenti, hogy ha Vas megyében 250 állami gondozott gyermek van, akkor értelemszerűen adott esetben a vas megyei iskolák vállalhatnának a szomszédos megyékből is ajándékokat a gyerekek számára. Na most ö, ez a kezdeményezés azt gondolom, hogy azon túl, hogy a gyermekeknek óriási örömet okoz karácsonykor, az a rajz, amit kezdésként mutattam nektek, az is egy köszönő rajz volt, amit mi minden évben személyre szólóan, mint ajándékozók kapunk. És hát ezt nem lehet elmondani, hogy a gyerekek hogy örülnek ennek, és milyen aranyos kis köszönő szövegeket szoktak írni az ajándékozóiknak. És azt gondolom, hogy egyébként a mai világban, ahol azért elég sok gyerek nincsen tisztába sem a pénz, sem az ajándékoknak a, az értékével. Nagyon fontos az, hogy lássák, mint ahogy az ajándékozó szülők is itt a baráti körben el szokták hozni ide az ünnepségre a gyermekeiket, hogy vannak olyan állami gondozott gyerekek az országban, akik olyan ajándékoknak is nagyon tudnak örülni, amik más gyerekeknek, szerencsés gyerekeknek, akik családi környezetben élhetnek, szinte nem is minősülnek ajándéknak. Ez gyakorlatilag, hogy Hogyha az iskolai keretek között valósul meg, akkor túl azon, hogy az osztályok, osztály közösségekben is gyakorlatilag egy összefogást generál, ezen túl pedig azok a gyerekek, akik az osztályokat képviselik, ugyanígy elmehetnek az ünnepségre, és részt vehetnek a, a karácsonyi ünnepségen, ahol elmesélhetik aztán az osztálytársaiknak, hogy mekkora élmény volt az, hogy ők is segíthetnek egy állami gondozott gyereknek. Na most. Kérdezhetitek joggal persze, hogy miközben nekem ehhez, és hogy gondolom én azt, hogy 24 ezer gyereknek ezt meg tudjuk valósítani. Hát pontosan ugyanúgy tudjuk megvalósítani, ahogy itt a Nagylászlóban. És bocsánat, hogy én itt az autóból mondom el, ez most nektek csak elég erős szél fúj, hogy semmit nem hallanátok belőle. Tehát ugyanúgy, ahogy 16 éven keresztül 80 gyereknek az ajándékozását meg tudtuk valósítani, aztán ahogy két évvel ezután 200, tehát 170 gyerekkel többnek meg tudta valósítani a szakszolgálat, én azt gondolom, hogy ez csak akarat és összefogás kérdése, és hogyha belegondolunk abba, hogy a 15 ezer forintos fejenkénti ajándékot mondjuk egy 30-as osztályközösségnél leosztva 500 forint per főre jön ki diákonként, akkor az azt jelenti, hogy hogy egy liter tej és egy kiló kenyér árából minden gyermi, diák, illetve család hozzá tud járulni ahhoz, hogy egy állami gondozó gyermeknek boldog legyen a karácsonya. Azt gondolom, hogy ez egyébként pénzben nem mérhető, ez csak azt szerettem volna mondani, hogy ez nem a gazdagok kiváltsága, hogy valaki ebbe részt vegyenek. Amit én szeretnék kérni tőletek, hogy talán ennek a live videónak a megosztásával, illetve közvetlen kapcsolatokkal, hogyha van kapcsolatotok, a megyei szakszolgálatokhoz, hogyha van kapcsolatotok iskolai gazgatókhoz, hogyha van kapcsolatotok osztályfőnökökhöz, szülői munkaközösségekhez, vagy egyszerűen csak szülőkhöz, vagy tíz szülők vagytok, osztályfőnökök, tanárok, kérdezzétek meg, hogyha van vas megyei ismerősötök, hogy hallottak -e erről a kezdeményezésről, hogy is működött ez itt szombathelyen, illetve vas megyében. Tényleg ugyanilyen egyszerű volt, nem kell ezt túlbonyolítani. Az országos szakszolgálattól nem várhatjuk el azt, hogy állami felhatalmazás nélkül elkezdenek egy ilyen kezdeményezést, hogyha kicsit belegondoltak, hogy vajon mi is lehet ennek az oka, akkor lehet, hogy rájöttök, ezt én most nem fogom részletezni, tehát az a lényeg, hogy mi civilelőből összefogva 2020-ban 23 ezer vagy 24 ezer állami gondozó gyermeknek egy boldog karácsony tudunk teremteni, és ez fejenként 500 forinton múlik vagy nem múlik, és az összefogásotokon úgyhogy én arra szeretnélek kérni benneteket, hogy legyetek szívesek, ezt minél több fórumon megosztani, és hogyha esetlegesen bármi kérdésetek van, fordulhattok hozzám is, illetve forduljatok a vasmegyei pedagógusokhoz, illetve a szakszolgálat vezetőihez, akár mint kollégákhoz, és ők talán el fogják mondani, hogy hát ez pontosan ilyen egyszerűen működött, úgyhogy nagyon örülnénk annak, hogyha talán úttörők lennénk ezzel a kis kezdeményezésünkkel, és nem csak itt a doktor dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézetben, ahol egyébként ott Gézának az iskola határon című műve is játszódott. Valósulna meg a gyerekeknek az álma 2020-ban is, illetve Vasmenyében, hanem az egész országban. Előre is köszönöm a segítségeteket, utólag boldog karácsonyt és boldog 2020-as évet kívánok, és reméljük, hogy az áll minden állami gondozott gyermeknek is boldog karácsony lesz 2020-ban. Köszönöm a figyelmeteket!